Jól jegyezzük meg ezt a dátumot, 2018. augusztus 7-e, amikor a Kórházszövetség és a Magyar Állam rádöbbent, hogy a kórházakban pénzügyi helyzet van. Zavaros közbeszerzések, némi lopás, ilyesmi. De szerintem ez csak a jéghegy csúcsa, úgyhogy eljöttem megnézni, hogy mi a helyzet valójában a kórházakban. Méghozzá a budapesti Szent János Kórházba, ami, ahogy itt mögöttem is látható, akkora nagy, hogy város a városban. Itt évente 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Na lássuk! Azért mielőtt elmélyednénk itt a részletekben, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kormány vidéken tényleg rengeteg pénztől az egészségügybe is elég sok intézményt helyre pofoztak. Ez olyan furcsa helyzet, mert itt nincs most Budapest vízfejűség, sőt, Budapesten itt a kevesebb pénz. Hát itt most ilyesmi állapotok vannak, de még csak tényleg néhány métert tettem meg, mióta beléptem. Amúgy jól nézhet ki ez ott belül, kár, hogy nem lehet bemenni. Ilyen remek lepukkant ipari fotókat tudnék csinálni, azt nagyon szeretem. Ez itt a belgyógyászat épülete. Azt nem tudom, hogy milyen földtani eseményeknek kell zajlani ahhoz, hogy így nézzen ki egy épület oldala, de ez most így néz ki. És így se legyünk igazságtalanok, itt valószínűleg lesz valami felújításszerűség. Hát, vagy ha nem, akkor viszont ez elég cudarul néz ki. Hát ezt nem tudom mi, mondjuk cica etető. Hát oké, ez a kis szekrénysor. Azért ebből belenéznék szívesen. Na jó, azért ilyen jó kis retropadokat már elég kevés helyen lehet találni, ne legyünk igazságtalanok. A hangulata. Külön szeretem ezeket a lehetetlen helyeken kinövő fákat. Viszont a kettes számú belgyógyászat ablakoktól mentes sötét folyosóján dísznövénynek lenni, az egy kegyetlen meló. Nem is nagyon jön össze szerencsétleneknek. Hát ezt nagyon bírom. Itt visszakacsint kamaszkorom feledhető időszaka, amikor minden hétvégét a szárhegyi telken kellett tölteni. Ott volt a pince soron, meg a bódés soron ez a műanyag, építőanyag. Nagyon népszerű. Hát akkor megint csak turista szemmel nézve, ez izgalmas. Azt hiszem, hogy gyerekként nagyszerűen elbandáztam volna itt a többiekkel. Hát ezt meg le fogom fotózni külön, aztán teszek rá egy jó kis szűrőt, és elképesztően romantikus Rómeó és Júlia hangulata lesz, hogy ne csak rosszat mutassa. Tudom, hogy nekem egy kicsit kifacsart ízlésem van, de ez tetszik. Nyilván nem a kőkupac, de ennek a folyosónak a hangulata. És karácsonykor kifejezetten szép lehet a kis égősorral. Mondom én, hogy izgalmas, ez egy újabb zsilip. Itt megint két szintet fogunk emelkedni. Azért, hogyha valakit itt lepöttyintenék, aztán körbeforgatnám háromszor, és megkérdezném tőle, hogy tippelje meg, hol jár. Hát inkább a 8. kerületet mondanám, mint a budai csúcskórház nevét. Azért a foci, ez mindenhova betüremkedik. Ez pedig a kórház legismertebb része. És Magyarország egyik legismertebb, hanem a legismertebb kórházi ajtaja. De miről? Úgy van. Itt volt a kisvasút. Ennyi maradt a csatából. Viszont a graffiti háborúnak úgy látom haszna is lesz, mert mintha ezt a részleget elkezdenék mégiscsak akkor felújítani. És egy kis szolid 70-es évek.
némi Csernobil feelinggel fűszerezve. Ha turistaként jössz fel és szereted a múlt századi ipari lepukkant hangulatot, akkor kifejezetten jól fogod érezni magad a Szent János Kórházban. Persze ez nem azt jelenti, hogy most mindenkit arra biztatnék, hogy itt turistáskodjon. Egyébként a legviccesebben ebben az egész kórházi történetben, hogy iparági pletykák szerint úgy hírlik, hogy már is inog Kásler Miklós miniszteri széke. De nem az egészségügy miatt. Illetve az egészségügy miatt, de nem azért, hanem mert miniszter úr leginkább csak ezzel szeretne foglalkozni. Márpedig van ott még ebben a csúcsminisztériumban egy-két kisebb-nagyobb terület. Például a kultúra, ahol most elég forró a talaj. És úgy hírlik, hogy miniszter úr meglehetősen, meggondolatlanul lépegetett ide-oda. Vagy ahogy mostanában divatos fogalmazni, elhitte, hogy neki van egy minisztériuma.